Nőtt a természetes fogyás mértéke 2020-ban. 3,4%-kal több gyermek született, de 7,7%-kal többen haltak meg, mint 2019 azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal a Karcag TV-vel. Tavaly decemberben az előző év azonos időszakához képest jelentősen többen haltak meg, és nagyobb volt a természetes fogyás. A közleményben kiemelték, az előzetes adatok szerint 2020. decemberében az élveszületések száma 7,9%-kal csökkent, a halálozásoké viszont jelentősen 44%-kal emelkedett 2019. azonos hónapjához képest. A havi természetes fogyás 8974 fő volt, ami 2019. decemberéhez képest 162%-os növekedés jelent. Tavaly 92233 gyermek jött világra, ami 3040-nel több a 2019-es születésszámnál. A decemberi csökkenés kivételével valamennyi hónapban többen születtek, mint egy évvel korábban. Jelentősebben emelkedett a születések száma az előző év azonos hónapjaihoz képest. Januárban 9,7%, júniusban 9,1%, februárban 7,8%. A teljes termékenységi arányszám emelkedett, az egy főre számított becsült értéke 1,55 volt a 2019. évi 1,49-hez képest. Tavaly januártól decemberig 139.549-en haltak meg, 9.946-tal többen, mint 2019-ben. Januárban és februárban, valamint májustól júliusig kevesebben, az év többi részében viszont többen hunytak el, mint 2019-ben. A legnagyobb mértékű növekedés az év utolsó hónapjaiban. Októberben 18%, novemberben 61% és decemberben 44% történt. A legjelentősebb 15%-os csökkenést pedig januárban regisztrálták. Kiemelték, az elhunytak számának október-decemberi jelentős mértékű emelkedése következtében az éves természetes fogyás 47.316 fő volt, ami 17%-kal nőtt a 2019-es 40.410 főhöz képest. A hivatal adatai szerint 2020-ban 67.301 pár kötött házasságot, ami 3,1%-kal, 2033-mal több az egy évvel korábbinál. Január-márciusban 101, áprilisban 8,9, szeptember-októberben 8,3, decemberben 2,9%-kal több, míg május-augusztusban 15, novemberben pedig 14%-kal kevesebb frigyet regisztráltak, mint 2019 azonos időszakaiban. 1000 lakosra 9,5 élveszületés és 14,3 halálozás jutott. Az élveszületés 0,3, a halálozás 1000 ponttal volt magasabb, mint 2019-ben. Mindezek következtében a természetes fogyás 4,9 értéke 0,7 ponttal haladta meg az egy évvel korábbit. 2020-ban 1000 élveszületésre 3,4 csecsemő halálozás jutott, ami 0,3 ponttal kevesebb az előző évinél. A házasságkötési arányszám 6,9 volt, 0,2 ponttal nagyobb, mint 2019-ben. A nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege mérsékelte a természetes fogyásból eredő népességcsökkenést. Ennek eredményeként a 2011. évi népszámlálás alapján tovább vezetett lakónépesség becsült száma 2020 végén 9.731.000 fő volt, áll a KSH gyors jelentésében.